A Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ, a püspökség, a Katolikus Caritas munkatársai közös sajtótájékoztató keretében számoltak be a fehérvári advent és az adventi udvar programjairól, az ünnep kiemelt eseményeiről. A teljes körű ismertető előtt köszöntőjükben Spány Antal megyés püspök és Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy az advent nem csak a vásárlás, a csillogás ideje, mélyebb üzenete van, advent egy út, amely életünk útját jelképezi és Istenhez vezet. Amikor elérkezünk az adventhez, egy készület idejéhez érkezünk el. Valamire készülünk. Nem csak elmúlik fölöttünk ez az idő, hanem valami belső dologra kell fölkészülnünk, amit külsőleg próbálunk segíteni. Itt a püspökség udvarában ez az adventi udvar ezt szolgálja, és számtalan más alkalom lehetőség a város vezetése részéről is ugyanezt a célt szolgálja. Így tudunk együtt közösen az embereket szolgálva teljesíteni küldetésünket. Cserpalkovics András polgármester az ünnepek kapcsán megerősítette, az eddiekhez hasonlóan zajlik az idei előkészület is Székesfehérváron, meg annyi szép adventi program vár ránk. Egy hét múlva, a következő hétvégén meggyújtjuk az első gyertyát, fölkapcsoljuk az ünnepi fényeket, elindul az adventi vásár, megnyílik a püspökségnek a kapuja, és elkezdődik az a néhány hét, ami az év azt hiszem, hogy egyik legkülönlegesebb és szebb időszaka. De fontos valóban az, hogy ezt ne csak átrohanjuk, ne csak áttessünk rajta, hanem lelkiekben is készüljünk karácsony ünnepére. És ennek része az az összefogás is, ami hosszú-hosszú ideje azokat a közösségeket, szervezeteket, intézményeket jellemzi, akik az adventi programokat előkészítik, aztán pedig lebonyolítják. Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösség és Kulturális Központ szakmai vezetője a város színpadán zajló eseményekre, a vasárnapi közös városi gyertyagyújtásokra, a város élő adventi naptárára, a fénybe öltözött belvárosra, az advent idejére épülő csodákra. Ugrics Tamás püspöki irodaigazgató, a püspöki palota és a látogatóközpont rendezvényeire hívta fel a figyelmet. Ebben az évben először Tőkés Dániel séf és csapata egy tál törődés címmel egy jótékonysági akció keretében főz a rászorulók megsegítésére.